Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, egy igazi, nyüzsgő, pezsgő, nemzetközi művésztábort mutatunk be a következő percekben. Vendégeim Verebély Diana, valamint Petró Júlia, sziasztok! Hello! Szia. Mi is ez a tábor, milyen név alatt fut, és egyáltalán mikor jött létre, Júlcsi? Ez már a harmadik kőszintér művésztelep. Az első művésztelepet még a Nyírmárvány Kft. Szponzorálta. A második művésztelep, amikor felvettük a kőszín térnevet, előtte csak kőtér voltunk, mivel kőszobrász telepként indultunk, és a második évben tavaly hozzácsatoltuk a festővonalat is. Egyúttal elindult a nemzetközi vonal is, kettő szlovén szobrász művészünk volt. Most pedig az éven három kínai szobrászművész, festőművész alkot nálunk, kettő szlovén szobrászművész és egy erdélyi festőlány. Tehát akkor ténylegesen ott van a hivatalos nemzetközi felirat a kőszintér tábor neve mellett. Milyen jellegű amúgy a csapatmunka ott? Hányan vagytok összesen és egyáltalán milyen a hangulat? A hangulat az nagyon jó, mivel adott egy gyönyörű környezet a Tisza parton. Valahogyan a társaság, mint a művész emberek is hasonlóak vagyunk, ezért nagyon jól megértjük egymást. Az alkotói folyamatok mindenkinél teljesen más. Nagyon sokat lehet ilyenkor tanulni egymástól, különböző technikák, azon belül, hogy valaki festő, még ott is lehet vizesbázisú vagy olajbázisú festék, és a fröcsköléstől az anyag beleragasztásokon keresztül. Tehát nagyon építő jellegű mindig az együtt töltött alkotóidő. Azon kívül jó együtt pihenni is. Van egyetlen egy grafikusunk, és őt meg tátott szájjal nézzük, hogy hogyan készül a munkája. Úgyhogy mindenképpen egy élmény. Fiatalok vannak ebben a táborban, tehát nem az van, hogy mondjuk 50-60 éve a pályán lévő festőművész vagy szobrászművész, hanem tényleg ilyen 10-20, max. 30 éves a korosztály. Meglepődtem, hogy például az egyik kínai festőművész mondta, hogy ő nem használ ecsetet, hanem ő a kezével dolgozza el a különböző anyagokat a vásznon. Igen, aki hihetetlen dolgok vannak ugye ebben a táborban, és igazából bárki megleshetti magát az alkotási folyamatokat, illetve lesz majd egy záró tárlatotok. Mikor lesz ez a tárlat, hol lehet majd megnézni ezt a kiállítást? Ez július 24-én, vasárnap délután 6 órakor kezdődik, Balsán az Ökoturisztikai Látogatóközpontban. Egy picit eldugott a hely, ezért GPS koordináták alapján lehet oda találni, de aki környékbeli, az talán ismerheti Balsán a volt komp kikötőt. Továbbá a Facebook oldalunkon hirdetjük az eseményt, és ott pontosabb leírások vannak az úti tervvel kapcsolatban, igen. De amúgy a legegyszerűbb, hogyha úgy megyünk, mert hogy én csütörtök délelőtt voltam nálatok, hogy Gáva Vencs előtt elhagyván, Barsa előtt, a Barsa tábla előtt közvetlenül jobbra le lehet térni, ha jól emlékszem. Van egyébként egy nagy méretű táblánk, amit a kiállítás napján kifogunk majd, a Gáva Vencs elő felül érkezők fogják látni, akik pedig Balsa felül érkeznek, ahogy Balsát elhagyják, rögtön a vasúti átjáró után balra kell fordulni. Na hát remélem most már oda fognak találni az érdeklődők később vasárnap. Későbbiekben érdemes annyit elmondani, hogy majd Budapesten és esetleg Szentendrén vagy az ország több részén majd látható lesz, úgyhogy érdemes lesz a Facebook oldalt figyelni, mert a meghívók majd ott továbbiakban elérhetők. Maga a szobrászat érdekes. Most mit alkotnak? A festőkről láthattak a nézők egy pár képet, remélem hamarosan a szobrászokról is. Milyen alkotások születnek még most ugye az alkotók kezei alatt? Nagyon-nagyon változatos alkotások fognak készülni. Hát így személyes kedvenceket nem szeretnék említeni. Kiemelném a szlovén szobrászművésznek az alkotását. Ő egy nyitott emberi állkapcsot fog faragni, amiből egy kígyó nyelv jön ki.
A másik pedig, ami nagyon-nagyon érdekes, a Tóth Juditnak a szobra, aki egy nagy Magyarországot formázott meg tányéron, rántott hús textúráját adta a szobornak, és faragott mellé egy kést és egy villát is, egy ilyen 30 centis kést és villát is. Annyi volt, hogy egy tematikára épül az egész művésztelepi anyag, ami az idő. Ezt mi egy kicsit hosszabban írtuk ki időkép, időgép, időrés címmel, és erre készülnek az alkotások, tehát mindenki egy kicsit ebben az idő téridőben gondolkozik, egy kicsit hogyan szeretne hozzányúlni tematikusan. Tematizált az alkotásán, mégis szabad kezet adtatok szerintem valahol a művészeknek. Igen, igen. Nagyon várom akkor a vasárnapi záró kiállítást. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még maradjatok velünk, hiszen egy igazi örömhírrel folytatjuk a víkendet. Nemzetközi kórusversenyt nyert a Cantemus vegyeskar Spanyolországban. A részletekről hamarosan szólunk, hiszen vendégem lesz Szilágyi Szilárd, a Cantemus kórus szóvivője. Előtte azonban hangolódjunk a beszélgetésre. Kedden este érkezett Nyíregyházára a Cantemus kórus, a részletekről Szilágyi Szilárdot faggatom. Szervusz! Szia! Na merre voltatok és milyen sikerekkel, élményekkel tértetek haza? Hát úgy döntött a vegyeskar, hogy 8 év után, mert 8 éve volt utoljára nemzetközi versenyen, ismét belevág egy ilyen nemzetközi versenynek a megmérettetésébe, és elutaztunk Spanyolországba, Cantonigrosba, ahol 34. alkalommal rendeztek egy nemzetközi kórusversenyt. Jó sok kórus vonult fel a világ minden részéről, talán 29 kórus volt. Brazíliától kezdve Venezueláig mindenféle kórusok voltak. Egy nagyon szép kis, a Pireneusok
lábánál fekvő helyiségben van, ez a Canton Igros, illetve hát nem ott volt a verseny, róla van elnevezve, mert korábban ez egy ilyen sátoros verseny volt fent a hegyekben, most levitték egy ilyen modern művelődési házba, és egy Vik nevű kisvárosban volt ez a verseny, és azon három kategóriában is megmérkőztünk a többi kórussal. És most jön a kérdés, hogy és mi történt? Hát az történt, hogy végül is nagyon szerencsésen végződött a verseny, és a vegyeskari kategória volt az első, amiben megmérkőztünk. Egészen pontosan nem tudom, 9 vagy 10 kórus volt az ellenfelünk abban a kategóriában, és ott első díjat nyertünk egy meglehetősen magas pontszámmal. A zsűri úgy találta, hogy mi voltunk a legjobbak. A második kategória az a női kari kategória volt, ez egy érdekes, hogy hogy kerülünk mi a női kari kategóriába, hol ott vegyes kar vagyunk. Hát úgy, hogy a szervezők nagyon erősködtek, hogy mi a női kari kategóriába is induljunk el, és természetesen a vegyes kari nő részleg volt az, aki ezen a versenyen részt vett. Ott nem sikerült az első díj, második díjat kaptunk, de hát ez is egy óriási dolog, mert hiszen tulajdonképpen nem női karként funkcionálunk, hanem vegyes karként, és csak a nők voltak azok, akik így tulajdonképpen egy hónap alatt úgy összerázták magukat, hogy ezt a második díjat sikerült megszerezni. És akkor volt egy harmadik kategória, ez a folklor kategória, itt már gyakorlatilag minden kórus indult ebbe a kategóriába, és itt hagyományosan mondhatni magyar kórusokhoz méltóan azért nem kerültünk az első három közé, a nyolcadik helyen végeztünk, itt 5 pont levonásunk volt, valószínű, hogy valamilyen hibáért úgy ítélték, hogy levonnak tőlünk 5 pontot, egyébként ha nem mondtak le volna, akkor 5. lettünk volna. De ettől de hát függetlenül. Kár keseregni, hát itt van két gyönyörű szép díj, új sikerélmény. Amúgy ez azért volt szükséges magának a kórusnak, a vegyes karnak, a tagoknak, mert hogy 8 év az már nagyon régen volt, és önmaguknak is akartak bizonyítani, vagy kellett az, hogy már ott legyen újra a nevetek egy ilyen nemzetközi nagy-nagy versenyen? Nekem azt sugalmazták, hogy a vegyes kari tagok részéről érkezett egy olyan fajta igény, hogy jó lenne. Aha. Tulajdonképpen mindegy is, jó, hogy ilyen időnként megtörténik, mert ugye sok-sok kórus verseny nyert már a vegyes kar is, és közben ugye folynak ezek a standard, nagyon szép munkák persze, csak hát egy idő után belefásul az ember, vagy hajlamos esetleg belefásul. Itt legalább felreztáltak az egész csapatot. Így van, így erre rá kellett és azért készülni. Mennyire ismételtétek önmagatokat? Tehát gondolom nem azokat a műveket vittétek, amit 8-9 évvel ezelőtt megszokhattak tőletek, hanem frisset, újat? Tehát voltak olyanok is, egyrészt volt kötelező darab, amit előtte mondjuk a repertoárunkban, én úgy tudom, nem is énekeltünk, és aztán volt olyan darab is a programban, amit már régóta énekelünk, de olyat is, amit nem annyira. Tehát ez itt a karvezető feladata, hogy speciálisan a versenyre koncentrálva összeállítson egy olyan 15 perces anyagot, ami aztán tényleg ott nagyon durran, és akkor ha minden jól megy, akkor sikerül szép eredményt elérni. És mi volt az, ami tetszett a bíráknak, vagy a közönségnek? Mivel tudtátok őket lenyűgözni? Hát igazából nem tudom, mert részletes értékelést nem kaptunk, de előre, hogy is mondjam, jelzések voltak, mert például a vegyeskari verseny előtt kiálltunk, csak úgy szabadtéren beénekelni, és elénekeltük a műveket. Ez nektek ilyen szokásotok? Hát tulajdonképpen már. Igen, egy kicsit rázba hozzuk magunkat, bár megvolt tulajdonképpen az adrenalin szint azért rendesen megemelkedik ilyenkor, és akkor láttuk, hogy egyre többen odagyűlnek, és önkéntelenül is felkapják a fejüket, és akkor nagy ováció taps. Tehát azért várható volt, hogy jól fog szerepelni a vegyes kar. Előtte egyébként Franciaországba töltöttünk 4 napot, egy nagyon fantasztikus énekesnél, Francis Steele-nél, akit nagyon régóta ismerünk, már ő a világ legjobb énekegyütteseiben és kóruseiben énekelt több mint 30 évig, egy kiváló basszus énekes, és ott készültünk fel az ő birtokán tulajdonképpen erre a feladatra, ott minden nap délelőtt, délután próba volt, hát persze volt szabadidő is.
pont sikerült az időzítés. Ilyenkor fontos az időzítés is, hogy pont akkor, amikor odaérünk, akkor ne legyünk túl fáradtak, a hang se legyen fáradt, mindenki a toppon legyen, mondjuk úgy. Gratulálok nektek ismételten, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Már csak plusz poénként így a végére, az egyik ismerősöm azt mondta, hogy azért fogja majd a Kodályba irattatni a gyerekét, hogy kantémuszos legyen és világot láthasson, mindenhol énekelhessen az ő gyermeke. Reméljük így lesz. Nagyon sokan ugye tényleg felnéznek a vegyes karra, a lánykórusra, és így tovább. Tényleg köszönöm, és hogyha már zenéltünk ezekben az elmúlt percekben, idézőjelbe, akkor én amondó vagyok, hogy ténylegesen zenéljünk, hiszen múlt héten Tünde és Pila volt vendégünk, őket ismételjük majd, hogy nem most önöknek, bár egy még nem láthatott dalt fognak hallani tőlük. Gardró frissítésre Nyíregyházán is van most már lehetőség, erről beszélgetek vendégemmel, Berke Zsuzsannával. Szia Zsuzsa! Szia, üdvözlöm kedves nézőket, és köszönöm a meghívást! Egyre több helyen hallom azt, hogy zsizseg a nép, hogyha megjelenik az, hogy gardrop, cserebere, vagy valami hasonló. Ez itt a térségünkben még nem igazán elterjedt dolog. Ti akarjátok ezt meghonosítani itt nálunk? Igen, hát végül is ez a cél. Ugye tényleg az országban több területen is már ez eléggé elterjedt. Én egyébként Budapestről jöttem, tehát 6 éven keresztül ott éltem. Ott ez már nagyon megy, tehát nagyon sok vásáron voltam már ott is, és mikor én leköltöztem, nekem az volt a célom egyébként, hogy tényleg itt is legyen már egy ugyanolyan közösség, mint ott. Mert ugyanúgy minden embernek én úgy gondolom, hogy van rengeteg sok ruhája, mivel egyébként tényleg nem tudnak mit kezdeni. Ugyanúgy én is, mint nő, tehát többször állok a szekrény előtt, hogy úristen, mit vegyek fel, és közben tényleg úgy érzem, hogy tele van, de még sincs ruhám. Hány meg hány olyan nő nézhet most minket, aki legalább 2 zsáknyi ruhát így most ki tudna szedni a gardróbból, a szekrényből, biztos. Szerintem én is. Hát erre hivatott ez a rendezvény, jövő héten lesz egy ilyen akciótok. Mesélj erről, hogy hol lesz, hogyan lehet jelentkezni rá, minden, ami fontos a számotokra, és hát a nézők számára. Igen, ez ugye július 30-án 9 órától délután 4 óráig tart, Metropol üzletház földszintjén található, a főbejáratnál, tehát tényleg a Kossuth térről egyből már, aki arra jár, akár be is nézhet.
Hát annyi, hogy Facebook oldalunkon lehet erről tájékozódni, hogy milyen, tehát konkrétan, hogy miről is szól ez az egész gardobruha csere és vásár, illetve található ott egy e-mail cím, illetve ott is üzenetben bárki üzenhet nekünk, és mi részletes tájékoztatót adunk az egész gardobruha csere menetéről. Hogyha én vásárolni akarok, akkor beeshetek az utcáról, de mi van akkor, hogyha tényleg megvan az a két zsáknyi ruha, és mondjuk szeretnék részt venni ezen az ingyenes rendezvényen? Ekkor azt tanácsoljuk, hogy e-mailben legyen kedves az illető, ugye írjon nekünk egy e-mailt, mi pedig részletes tájékoztatót adunk az asztalfoglalás menetéről, illetve árakról, mindenről. A belépés egyébként díjtalan, tehát hogyha valaki bejön az utcáról, nyugodtan körbenézhet és vásároljon. És mi van akkor, hogyha mondjuk Piroska néni két zsáknyi ruháját nem tudja eladni, vagy éppen elcsereberélni, mert gondolom ilyen barter szerződések is köttethetnek itt ezen a helyszínen. Mi van ebben az esetben akkor? Na, megint visszük haza, és akkor papa elnáspángál, hogy már nem sikerült most sem? Igen, előfordulhat, hogy esetleg nem sikerül minden ruhát eladni. Ebben az esetben az oltalom szeretett szolgálattal együttműködve eljuttatjuk rászorulóknak ezeket a ruhákat. Igen, ugye, hogyha az ember nem akarja már hazavinni, mert egyébként is felesleges, akkor támogassuk az embereket, akiket tudunk. Van valami kitétel, vagy bármi ilyesmi, amire érdemes figyelni? Mi az, amit vihetünk, mi az, amit nem vihetünk, vagy bármi ilyesmi? Annyi, hogy magánszemélyek jelentkezését várjuk, tehát cégek, boltok ne jelentkezzenek. Használt ruhákat, olyat, amit más is szívesen felhúzna, tehát hogyha bejössz, meglátod, te is azt mondod, hogy igen, nekem ez a ruha tetszik, tehát vasalva, tisztán. Tehát annyi, hogy tényleg, hogy ami neked is tetszik. Mennyire nagy az érdeklődés, hiszen azért már jó pár napja, hete látom én is interneten ezt a dolgot hirdetve. Milyen visszajelzéseket kaptok? Nagyon pozitív, és nagyon örülnek az emberek, hogy tényleg létrejön egy ilyen esemény. Szeretnénk ezt minél gyakrabban is megrendezni egyébként, ugye ez az érdeklődőktől függ. Hát remélem, hogy nagyon sikeres lesz, de a nézőknek is mutatom, hogy július 30-án lesz ez a gardróbos cserebere nap, és már reggel 9 órától akkor a belvárosba lehet hát egyrészt adogatni is, meg vásárolgatni is a ruhákat. Szerintem inkább nők lesznek majd ezen a rendezvényen. Férfiak is bátran jöhetnek. Nekik is azért elég sok ruhájuk van, amit az nem biztos, húznak már fel. Az biztos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi pedig zenebonával fogjuk zárni most a víkendet, így most köszönöm meg figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét, jövő hét pedig kitartást a viszontlátásra. Broken down on the side of the street, stranded on the outskirts and sun's creeping up. Babies in the backseat still fast asleep, dreaming of better days. I don't want to call you and all I have to turn to. What do you say when it's all gone away? Baby, I didn't mean to hurt you. Two spoken whispers will tear you apart. No matter how high you resist it, it never ends when you want it to. You humble me, Lord. Humble me, Lord. Humble me, Lord. Humble me, Lord. Please, please, please forgive me.
see you all the time. And she asks about her daddy, I never know what to say. Heard you kicked a bottle after me, the times you carry on sweet. Is it true you have somebody keeping your company? What do you say when it's all gone away? Baby, I didn't mean to hurt you. True spoken whispers will tell you apart. No matter how you resist it, it never ends when you want it to. You humble me, Lord. Humble me, Lord. No, my knee is empty. You humble me, Lord. Humble me, Lord. Please, please, please forgive me. You humble me. Thank you.